Budaörsi olvasókör tagjai elhatározták, hogy Maglódra kirándulnak. Erre a kirándulásra az adta az okot, hogy 2022 legelején közös döntéssel elhatároztuk, hogy egy Petőfi 200 nevezetű projektet indítunk. Petőfi Sándor a költő születésének a 200. évfordulója alkalmából. Maglódon Petőfi Sándor szülei éltek, és ez adta a konkrétumot a kirándulás megszervezésére. A szervezésre Keszthelyénél Solymosi Ilonát, az olvasókör tagját kértük fel. Idegenvezetőnk Maglódon dr. Varga Zoltán volt, akivel együtt néztük meg Petőfi szüleinek az emlékhelyeit, illetőleg a Petőfi szobrot, valamint a helytörténeti múzeumot. Hallgassuk akkor most dr. Varga Zoltánt, aki egy Petőfi verssel kezdi az előadását. Ez a négy sor, amit most hallani fognak, ez Szeberényi Lajos emlékkönyvébe címet viseli, 1839. januárjában, január 19-én abból az alkalomból írta be Petőfi, Szeberényi emlékkönyvébe, hogy éppen elhagyni készült Selmecet, hiszen a tanulmányi eredménye megromlott, és az édesapja hát közölte vele, hogy nem finanszírozza tovább, ha ilyen rakoncátlan ő és nem tanul, miközben nem pont erről volt azért szó. Ezt nem tudom, Harsányi Zsolt nevét hallották-e már, hogyha a Víg Színházba járnak, akkor ott mellszobra van történetesen. A két világháború közötti jeles regényíró volt, de inkább életrajzokkal ismertette meg magát, és az Üstökös címmel írt Petőfiről is, két változatban is egy regényt, és ebben a regényben nagyon szépen le van írva a kettőjük diákkori kapcsolata. Tehát az emlékkönyve ezt írta, hogy kegyetlen a végzet, nem hagy sok időig örülni minket együttlétünk édeni napjainak, ám de az a földnek bármely részére ragadhat, érted, ezen kebel ég, slészen örökre híved, írta Petőfi, és ebben a vonatkozásban nem volt próféta, sajnálatos módon, mert az örök barátság az csak néhány évig tartott, de érkezik hozzánk alpolgármester úr, úgyhogy várjuk meg, hadd köszöntse ő is önöket. Ő is Petőfi rajongó? Mindenki Petőfi rajongó. Mindenki Petőfi rajongó. Látszik a trikóján, azért azt egy rossz kérdés. Erős várom, mi Istenünk, ez itt sokkal. Jó napot kívánok! Kérges László alpolgármester. És az evangélikus gyülekezet. Tóth Zoltán vagyok, jó napot kívánok! Kezdem egy kicsit. Igen. Szeberényi Andrást és Lányi Sámuelt épp kivégeztük meg az emlékkönyv idézetet is, úgyhogy hamaros bemehetünk, hogy szabadulj tőlünk. És én úgy nem ez a Lányi Sándor a szlovák felirat? Sámuel. Mindegyik szlovák, úgyhogy nem lehet volt. Domony azért is érdekes számunkra, hiszen Domonyból érkezett Petrovics István Maglódra. Mielőtt itt Mészárosszékben székálló legény lett volna, Domonyban is ugyanezt csinálta. Petrovics István. Zoltán, én egy kérdést tennék, az evangélikus templomokon alapból nincsen torony? Tehát, hogy ez a egyik jellegzetessége? Tehát azoknak az eredeti protestáns templomoknak, amiket a törökkor környékén építettek, nem lehetett templomuk, hisz eredetileg a katolikusoktól ez megkülönböztették meg őket. A türelmi rendelet is azt írta elő, hogy torony nélkül építkezhettek, nagyjából azért, hogy visszaszorítsák a protestáns vallást. És így a harangtornyok mellé épültek, vagy közvetlenül, vagy lejjebb. Tehát nem engedték, még Mária Terézia is második József idejében a tornyos protestáns. És akkor később ez megváltozott? Na, igen. Sőt, még a főbejáratot sem engedték az utcafontra. De ezt akartam kérdezni, hogy ahol minek hívják azt, ami a tetején van. Megkülönböztető intézkedések voltak. Azért, hogy visszaszorítsák őket. Igen, tehát az ekkora. A csúcsdísz. Hogy ott van a bejárat?
Nem, tehát a bejárat ott a főbejárat ott volt, amely, ahol szembe jöttünk vele, de igen. Oldalt még van három másik bejárat. Minden esetre előírta a II. József-féle türelmi rendelet is, hogy nem nézhet a főútra a templom bejárata. Tehát most ez itt nem mérvadó, mert a templomunk a sírkert közepén van, de például Gömörben a testvér gyülekezetünknél vagyunk, ott úgy van, hogyha bemegyünk a főutcáról, akkor egy nagy kanyarra tudunk bemenni. Köszönöm. Az akkori törvénycikk pontosan előírta, hogy melyik felvidéki és magyarországi községekbe építhetnek a protestánsok templomot. Ez 51 nehány ilyen község volt, és azt szabta meg, hogy az addigra már a protestánsok által használt néhány templomot pedig hogyan használhatják a továbbiakban. Mondom, ez is eredetileg katolikus volt, és miután megítélték az evangélikus egyháznak, utána építették át. De ezen rendeletek értem. Igen, azt a mondatot hallották, hogy útba vagy, mint a maglódi templom? Nem. Mert az ecseriekkel háborúztunk mi azzal, hogy kié legyen, és akkor Mária Terézia volt, aki úgy ítélte meg, hogy jó, maglódiak kell legyen, közelebb van Maglódhoz. De egy másik ítélet is a szájhagyomány része, ami viszont Amurát pasához kapcsolódik. Ez pedig, tehát az ecseri és a maglódi konfliktusról beszélt Lassza az imént, ez pedig a maglódi katolikusok és evangélikusok konfliktusa. Írásbeli emlék nincs, de több forrás hivatkozik rá, hogy Amurát pasa a török kor kezdetén a protestánsoknak ítélte volna a katolikusokkal szemben a templomot. Sőt, van egy nagyon régi iratunk is, amiben szerepel, hogy jöttek valami katolikus két jezsuita szerzetes. Igen, és a falu határában a protestáns lakosság felkontrollt őket. Hát ezt úgy hisszük is, meg nem is, mert azért nem voltak ilyen... Ez is urbánus legenda a faluban. De legalábbis nem lett jó fényt a... A katolikusokra minek jöttek ide? Nem, az evangélikusok. Leginkább arra vett fényt, és független attól, hogy jó fényt vagy nem jó fényt, hogy hogyan adakoznak egymással egyfajta polgárháború keretében protestánsok is. Tupolya fák némi illatot árasztanak már, ez egy maglódi ősi szokás. A zöldágazásnak hívják, csak várjuk meg vele a többieket. Jó. Ez tényleg tupolya fa? Igen. Igen? Igen. Hát nyárfák. Én még soha nem láttam tapolyafát. Tehát ez a négy neve. Ön nyárfát már látott, és ez ez. Azt igen. Ez ugyanaz. Ja, ja. És a horgolások azok mit jelentenek? A Szentlélekre utalnak a kendő, a díszített kendők és a pátlikák. Ezt nevezhetjük egyedüli maglódi szokásnak. Valójában a zöldágazás középkori Magyarországon teljesen elterjedt szokás volt, amikor is zöldágakkal díszítették és köszöntötték Pünkösdöt, a Szentlélek kiáramlását a protestáns egyházakban, és ez élő hagyomány volt Pest környékén sokáig, sok településen, de legtovább Mendén maradt meg, és Maglódon. Maglódon azonban néhány évre megszűnt ez, és a mostani lelkészünk teremtette újjá a civil szervezetekkel ezt a régi szokást, ami tehát a pünköst köszöntése a zöld ágakkal. A mendei annyiban különbözik a maglóditól, hogy nincsenek a zöld ágak feldíszítve a helyi. Elmondod a díszítés lényegét, vagy elég volt ennyi, amit mondtam? Ez nagyon szép. Nem, szívesen hallgatjuk. Hogy díszítés. Kicsit a templomunkról, vagy a sírkert. Sokan csodálkoznak, akik bejönnek ide, hogy miért a templom közepén van a... Nem, miért a temető, a sírkert közepén van a templom. Mert hogy ilyet ritkán helyeken látni. Viszont az, amikor a... kialakult itt a kereszténység, vagy újra alapították itt a kereszténységet annak idején, akkor a jó szót keresem, nem István, milyen templomok?
Árpád-kori templomok azok mind a temető körében vannak, hogyha az ember bemegy egy élő Árpád-kori templomba, ugyan már nincsenek meg a sírkövek, de ott is halottak vannak eltemetve. Tehát ha én ide bejövök, akkor én nem temetőt látok, hanem az én családfámat, mert édesanyám, édesapám, nagyszüleim ide vannak eltemetve, tehát nekünk ez nem olyan furcsa, hogy mi ide járunk. És itt a temető alatt is van kripta. Templomban, igen. Itt a templomunk alatt volt, ez a terület a legnagyobb vagy legmagasabb pont itt a környéken, és vélhetőleg itt már valamilyen erődítmény, vagy akár egy másik templom, akár egy árpádházi templom is lehetett. És akkor gyerekkorunkban ilyeneket meséltek, hogy itt a templomban találtak, a templomot törökök lőszerraktárnak használták. Hát nem ezt a templomot, mert ez 1700-as évek végén épült. De a régire épült rá. Tehát igen, tehát az alapjai mindenképpen. Úgy tudjuk, hogy vannak kijáratok is itt a kripta alatt, tehát megközelíthető, ami megint csak arra utal, hogy valami vár, vagy valami erődítmény lehetett itt valamikor. Bátfai Szabó László szerint földvár volt, régebben, mint az Árpád-kor. És ez a kripta most megközelíthető? Nem, itt van a oltár alatt, de azt is úgy már mentek be a múlt század végén, vagy elején, hogy a boltozatát leszakadt. Leszakadt. Bontották meg, és akkor ott mennek be. Tehát a bejáratot nem tudjuk, próbálkozunk vele, hogy egy ilyen csapatot létrehozunk, hogy próbáljuk valamilyen szinten kikutatni, engedélyekkel, mi egymás, mert hát izgatja a fantáziánkat, de hát nem tudjuk, hogy mi van. Ilyennek történtek, hogy beszakadások voltak Maglódon, itt az Osán, ahogy van ebben a vonulatban több helyen is, kővel kirakott, vagy téglával kirakott pincesorok, ilyen szinte vége láthatatlanul. Gyerekkoromban én is láttam a régi parókiánál, tehát biztos, hogy van valami itt. Régi szarmatasírok is előkerültek a környéken, tehát ez a rész lakott volt és valamire épült. Tehát ez egy katolikus templom volt valamikor, aztán talán meg is sérült, és úgy jártak ide a hívek, hogy nyitott volt a teteje, de jártak, majd újjáépült, és akkor a református gyülekezet is itt alakult meg a múlt század elején, jegyzőkönyvünk is megvan, de lehet, hogy még régebben. Pongrácz Boldizsár volt az a főúr, akinek Felvidéken volt birtoka, és ő telepített ide Felvidékről, tehát akkor még egységes Magyarországról beszélünk, felvidéki tótokat. És azok népesítették újra Maglódot. Péteri az a gyülekezet még, ahol birtoka volt neki. Ide a kriptában Pongrácz Boldizsárnak a felesége, szóljál valamit, mellé nyúlok, a felesége és a gyermeke van eltemetve, viszont Pongrácz Boldizsár Péteriben van eltemetve, a mai napig arra volt adózóként a kápolnáját, sírkápolnáját használják. Tehát valahol a történelmük össze ér velük. Nem engedtek Péteribe templomot építeni sokáig, amíg egy járó földnyire van templom lehetőség a protestánsoknak, és a péteriek is ide jártak Maglódra. Akkor ön biztos ismeri Foltin Brunót, hogy ismertem. A lánya a fia felesége. A lánya. Az én fiatalosságot. Az apostársam lenne szegény, ha jelenné. Igen. Sőt, az Esztert is jól ismerem, a feleségét. Volt az első feleség. Az első feleség. Azt nem, jó, bocsánat. Én a Klárit ismerem, ugye a lányat is. Ott kapcsolódhatunk vissza ez a történethez, hogy az ecseri katolikusokhoz jártak a maglódi katolikusok, és illetve még is a szekhez tartozott Dogozi István szerint a maglódi katolikusság, az evangélikusok pedig ide. Itt azért a templom... is a szeg olyan közel van ide? Távolságokról azt érdemes tudni, hogy például a török kor alatt Füleken volt a Pest megye központja, hiszen kiszórták őket innen, és amikor a maglódi birtokosok is, vagy a péceli birtokosok is
kettős igazgatás alatt álltak ezek a területek, a gyakorlatban a törökök uralták őket, de a magyar földbirtokosok is eleget akartak szerezni a földbirtokosi jogaiknak. Beszedték és az adót. Igen, a lényeg volt. Nem is beszedték, hanem kötelezték őket arra, hogy vigyék nekik helyet. És amikor viták történtek, a végvári katonaságot használták behajtásra, és a végvári katonaság volt annyira puha kezű, hogy hamaros rászoktak arra a magyarok, hogy inkább kivitték ők maguk sem, mint hogy megvárták volna, hogy a katonák behajtsák rajtuk. Fülek az is autóval 126 kilométerre van innen, és van egy jegyzőkönyvünk, amely szerint 50 és 70 év közötti 5 környékbeli jobbágy, Rőti Katalin, aki akkor Péceli és Maglódi birtokos volt, kívánságára, hát elgyalogolt, elbaktatott Fülekre, hogy tanúságot tegyen arról, hogy hol vannak a határok, és hogy beszolgáltassák az adókat. Úgyhogy nem számított akkoriban ez a fajta távolság. Hát meg lomos, volt idejük azért, gondolom. Én ezzel óvatosan bánnék, hogy volt idejük, hiszen akkor az adóterhek alatt nyögtek, hogy állandóan termelniük kellett szerintem, ha meg akartak élni, és még adózni is akartak egyháznak, földesúrnak, török birtokosnak például. Nem volt ez egyszerű, ráadásul Maglód, ahogy az egész környék hadiutak keresztüzében volt folyamatosan. Maglód többször elpusztult az idők folyamán, vagy ha nem is elpusztult, de elnéptelenedett, mert hol a török hadaknak esett útjába, hol a felszabadító Habsburg hadaknak volt, többször is keresztül jöttek rajtunk egészen brutális külföldi hadvezérek. Rabutin járás, talán mond valamit, volt az egyik legkegyetlenebb, ő is ezen a vidéken ment keresztül. A törökök kicsaptak portyázással, később a Rákóczi szabadságharc alatt ugyanolyan kegyetlenkedés vittek véghez a kurucok a lakossággal szemben, mint a labancok. A tenkes kapitánya kicsit idillizálja ezeket a történeteket, és hajlamosak vagyunk a Csínom Palkó, Csínom Jankó vidámságát megigyezni csak, de az utolsó verszak az, hogy kapd el a szakállát a parasztnak, és vedd el a lovat. Tehát jócskán mesélhetnének a brutalitásról az akkori emberek, tehát nem volt egy leányálom akkoriban ezen a vidéken sem élni. Annyi volt Maglód előnye, némileg a többiekhez képest, mondjuk Vecséshez, meg Gyömrőhöz képest, hogy nem főút mellett, nem a főút mellett terült el. De a hadaknak azért útjába esett jócskán. A templomra visszatérve annyit érdemes még itt. Nagyon-nagyon sok mindent érdemes, de amire felszeretném hívni a figyelmüket, azok az eredeti korabeli a fára festett, tehát nem freskóknak hívják ezt, nem itt eszembe hirtelen a neve, hogy mi a fára festett képeknek a neve, de ez teljesen egyedi a környéken, és még a 18. századi képek restaurált változatait láthatjuk. Itt még az alatt is van, az orgona az jóval később ki is takarja ezeket a ótestamentumi képeket, amik alatt pedig eredeti cseh nyelvű, tehát ez még nem is szlovák, hanem cseh irodalmi nyelv, gúrbetűkkel ezen a nyelven leírt bibliai idézeteket látnak, de a legnevezetesebb kép az itt van a szószéken, a Sine Menihil felirat alatt. Ez a Sine Menihil, ez a nélkülem semmit, ez is bibliai idézet. És ami látható, hogyha nem a közelben is csírjuk annyira, Magyarország első luterkabát ábrázolása, tehát nálunk festették le először egy luteránus lelkészt, egy evangélikus lelkészt a papi öltözetbe. Ugyanakkor Maglódra is nagyon sok szempontból utalhat, még ha nem is szándékosan akart az utalni, hiszen a magvetőt látjuk ott, és Maglód neve, bár nagyon régi ősi magyar névből ered a Maglód, de a töve az a mag, ami némileg eltér a mai jelentéstől, de hát ez a férfi spermiumra utal, nem tudom szebben mondani, tehát a termékenységből ered ez a az ősi név, és hiszrokonság áll fenn a természetbeli mag és a férfi mag között. A Maglód nevet egyébként először a Bakony-Béli apátság levélben találhatjuk meg.
ez egy az 1100-as évek, tehát 1081 nehányban született Szent László korabeli oklevél. A hitelessége az kérdés, és van, aki hamisnak tartja, de a hamis oklevelek nem attól hamisak, hogy valaki bűnözési célból hülyeségeket írt volna. Ezek az oklevelek ugyanúgy tanúskodnak arról, hogy milyen nevek voltak akkor, milyen földrajzi tájak voltak akkor, illetve nagyon sok körülményről. A Maglód név például egy 49 lovas egyik neve volt, aki Kupányban, vagy Bakony Kupányban élt, tehát ez nem hozzánk van köze, csak a Maglód név elterjesztését, elterjedtségét mutatja a Maglód név. Maglód viszonylatában úgy tűnt fel először, hogy Anonymus Gesta Hungarorumban lehet olvasni a 6. és a 20. fejezetben, ahol Töhötöm vezér unokájaként, máshol fiaként vezetik le, és Maglód nemzetséget származtatják ezen az ősi vérvonalon, de ezek sehol nem maradtak fenn oklevélben, így van, aki meg is kérdőjelezi ezt. Az egész Gesta Hungarorum és Anonymus jelenség egyébként is egy nagy magyar történelmi megfejtésre váró, vagy megfejthetetlen rejtvény. Minden esetre, mint a Maglód nemzetség leírása, és mint Maglód település eredeztetése, az hivatalosan ide vezethető vissza. Képről hagyd mondjak még valamit. Az én gyerekkoromban itt a padoktól kezdve minden ilyen méregzöldre volt lefestve, tehát mi nem is tudtuk, hogy a képek itt vannak. Majd amikor elkezdtük felújítani a testi templomokat, restauráltattuk egy 20 éve, akkor vált a mi tudomásunkra is, hogy itt mi van, és ugye a műemlékvédelem kötelezett, hogy felújítsuk a képeket. Majd szakaszosan csináltuk a oltárt külön, és a szószékot is külön restauráltattuk. Derdákia volt az a restaurátor, aki egyébként csinálta itt a felújításokat, és ennek a képnek az az érdekessége, mert ugye említettem, hogy felvidéki tótokkal telepítették be Maglódot. Derdákia igyekezett mindig az egyes képeket megfejteni, hogy kifestette, vagy legalábbis, hogy amiket ő csinál, utána járni, és ezen a képen is sokáig nyüglődött, ott a háttérben van egy vár, ami látható, és ő nekünk azt mondta, hogy vélhetőleg a Trencsényi vár valamikor leégett, és a Trencsényi várnak a leégett formája előtti állapotát mutatja, és ezért gondoljuk azt, hogy a ideérkező maglódiak hoztak egy kis emléket, és megfestették, hogy honnan valósíjak. Én magam direkt elmentem Trencsénybe, egy nyaralás alkalmából a öreg temetőt körbejártam, és hát ha, találtam olyan neveket, amik itt is vannak, de olyan mennyiségben nem, amit tényleg arra utalna, tehát ez még talán, hogy valóban mi. Az eredeti berendezés egyébként még a katolikusoktól származott, csak amikor felújították a templomot az 1700-as években, akkor kicsinek bizonyult, és eladták nem túl messze Maglódról, amelyik templom azonban leégett. Történetesen úgyhogy így nincs meg az eredeti berendezésünk, ami viszont eredeti volt és sokáig büszkeségünk volt, az a keresztelő angyalnak a szobra, ami most itt egyfajta hiteles másolatban látható itt, de az eredeti az egy fa szobor volt, és tényleg még az 1700-as évek végéről, éppen 20 éve lopták el innen, úgyhogy ez a, ő az utódja, ami egy helyi szobrászművésznek az alkotása. Még akkor nem voltak rácsok a templom, felfeszítették is. És na, hogy mit csináltak? Eladták. Hát valószínűleg azt mondják, hogy megrendelésre készülhetett, mert hogy van egy könyvünk a Maglódnál, országos evangélikus templomokat és annak értékét mutatja be. Valaki, akinek volt pénz, az eleve rákötött, hogy ezt hozzátok el nekem. Uh-huh. Hát amikor, illetve az egyház történészünk is, a egyház evangélikus múzeumnak a vezető is azt mondja, hogy valószínűleg valamilyen vidéki kastélyban egy feljárat alatt díszlítését végzi most. Hát én is, ha járok, sokat jártam nyaralni Ausztriába, nézegettünk össze. Mindig úgy néztem, hogy oda benézek, látva esetleg megláttam, ki tudja. Ezt a könyvet, amire Laci utal, a 30-as években adták ki, Evangélikus templomaink a címe, és nagyon sok meleg bensőséges szóval
emlékezik meg benne a Maglódi templom szépségéről és berendezéséről, úgyhogy nem lehet ezen csodálkozni, itt meg tudom mutatni az eredeti szobrot, ami azért valamivel patinásabb volt, de... Viszont nagyon jó a másolat. Hát lett, tehát nem volt, hanem... Művészi szabadságot nem engedtünk, az volt, hogy olyan, ami képek voltak, összeszedtünk, és akkor Enesta Sándor készítette, ugyanúgy fából. Igen. Ő? Abszolút. Igen. Azt hittem, hogy teljesen a fából. És nem sértettem, hogy egy faszogul másolatban. Én márványra gondoltam mindig, még sosem tudtam. Igen, márvány hatású, krétaporral, valamilyen porral bejörzsölik. És hetente van itt Isten tisztelet? Igen, minden vasárnap fél 11-kor. És körülbelül hány hívő van az evangélikus hívő alkalomban? Hát úgy van, hogy aki egyházfenntartó járulékot fizet, tehát ami azt tudjuk mondani, hogy vagyunk, az olyan 500-600 forint, vagy fő körül van. Ennyien nem járnak templomba. Amikor nagyon sokan vagyunk, akkor nyilván nem megyünk, de amikor azt mondjuk, hogy többen vagyunk, vagy elegen vagyunk, akkor egy 40 fő. Most lecsappant már 30-ra, itt a Covid miatt nagyon sokan nem jöttek el, idősek is meg is haltak. Ki is raktunk most már a díszek mellé egy fekete kendőt, és rájuk emlékezve, hogy szalagot, hogy volt egy családról hárman is meghaltak. Hát szerintünk a oltásba is, meg a vírus is elvitte, tehát ez mind a kettő megtizedelt őket. És akkor így van. De mit tudom én, konfirmáció alkalmával akkor nyilván többen jönnek el, de akkor viszont azok, akik nem szoktak jönni általában a templomba, nem tudom milyen hitközösséghez tartoznak, hogy konfirmáció vagy bérmálkozás alkalmával. Bérmálkozás igen. Tehát amikor eljönnek, akkor ugye családtagok jönnek nagy részt, és akkor azok az emberek, akik meg egyébként szoktak járni, nem mindig jönnek el a templomba. Lelkészünk arra, mindig ki hangsúlyozza a presbitereknek, hogy ez egy ünnep nekünk is, hogy a gyülekezet bővül, tehát olyan újabb tagok kerülnek be a konfirmáció által, úgyhogy mindenkit egységesen kéri, hogy legyenek itt, úgyhogy mi akkor is szoktunk mindannyian. Igen, és a konfirmáláson jártam, itt amit említettem, hogy öcsém családja evangélikus lett, mi katolikusok, és mi bérmálkoztunk őt, mert a kislány konfirmált. Mi a családi neve a kislány? Solymosi. Solymosi? Solymosi. Több Solymosi van, azt hiszem, kettő itt Maglódon. Még maradt, igen. A Szemerényektől értünk el egy kicsit, érdemes vissza a kanalizmány kicsit hozzájuk, ő Szemerényi Lajos egyébként, ez már Pozsonyban készült ez a hét, és szíveskedő munkásságát ott hagytuk abba, hogy diákkorában barátkozott Petőfi Sándorral. Ez a barátság hamar megszűnt, mégpedig azáltal nem vált örök életűvé, hogy Szemerényi Lajos, aki maga is próbálkozott költészettel, de ő a hagyományos stílust követte, és a klasszikus verselésben volt, hát inkább középszerűnek mondanám költőként, bár sok versel megjelent akkoriban, de Petőfi frissen felívelő és újdonság erejével ható népi költészetét nagyon rossz szemmel nézte. És sajnálatos módon, nem túl erkölcsös és nem túl emberi módon, először névtelenül, aztán névvel is megtámadta ifjúkori pajtását. Ebből úgy lett nemtelen vita és sajtópolémia, hogy Petőfi nagyon gálánsan és gavallér módjára nem szállt bele Szeberényibe, fordítva ez megtörtént többször is, és itt elváltak az útjaik. A Petőfi összes költeményében egy 6 levél található Szeberényi Lajosnak írta ezeket Petőfi, és ez szépen mutatja a barátságuk fejlődését és elhalását. Minden esetre Szeberényi Lajos nagy valószínűséggel őszintén megbánta ezt az ifjúkori potlását, ezért késő. Történt az. Sosem késő. Az Ivan Ilics halálából én azt tanultam, hogy a haláloságig nem késő. Minden esetre 1861-ben a Vahot Imre munkássága nyomán lett a 48-as, 49-es szabadságharc után véglegesen biztossá, hogy Petőfi nem él. Egyfajta oknyomozó újságírói sztori végeredménye volt az, hogy Magyarországon akkor bizonyossá vált, hogy Petőfit nem várhatják többé haza, és Szeberényinek az egyik első
tette az volt, hogy néhány év Petőfi életéből címmel adott ki egy füzetkét, aminek a bevételének a felét egy felállítandó szoborra adta, és ez is egyfajta, már némileg megszépített, de nagyon szép adalékokat szolgáltat a Petőfi kutatáshoz, de nem csak ő, hanem a testvére is, Szederényi Andor szintén nagyon szép pályát futott be, részben az evangélikus egyházban, részben országgyűlési képviselő volt az ország másik végén, Nagylakon. Ő szlovákul írt élete végén már, és Húz Máriától kezdve a Petőfi kutatási több mindenre hivatkoznak rá az ő munkásságából, de mindenesetre visszatérve ide, ez volt az egyik első kordokumentum, ami Szeverényi Lajoshoz kötődik. Igen. Nincs beszkennelve egész véletlenül? Nem kell beszkennelni, mert az OSK honlapján fönt van, ennél sokkal szebb példányban. Aha, esetleg a linket el tudod nekem küldeni? Persze, igen. A Tóth Népdalok szintén kötődnek a vidékhez is, meg Szeverényihez is. Ő a Kisfoldi Társaság tagjaként egy sorozatot indított barátja Gregus Ágoston, és ennek az első tagja volt a Tóth Népdalok, amit ő és a testvére kezdett el fordítani itt Maglódon téli unalmas estéiken, de aztán két másik társával együtt adta ki ezt Szeberényi Lajos, és az ő bevezetésével jelent meg végül ez a kötet. Megnézhetem? Természetesen. Itt még nem tudnám volna. Szeberényi Lajos nincsenek ennekották, és a népdalok közül egy is maglódott. Ez egy gyalázat, de sajnálatos módon. Ez a kézzelőkorunk, és itt szoktunk felvonulni a szlovák napon, most is játszottunk, és hát nincsen igazából gyökerünk, hogy milyen darab. Vannak, mert a itt tanító zenetanárok visszafejtették, de hát az nem ugyanaz, mint hogy... Ezek versként vannak leírva, ugyanúgy, ahogy akkoriban adtak ki oroszt és más hasonló népdalokat is a Kisfoldi Társaság kezdeményezésére, hát kottázás még akkoriban nem igen zajlott. Szeberényi munkássága alapvetően a szabadságharc. A szabadságharchoz is kötődik egyébként, és itt Petőfihez megint visszakonyarodhatunk, ő Kossuth Hírlapjának volt munkatársa, és testvérével együtt a Prjátyel Ludu, ami a tóth nyelvű változata volt Kossuth Hírlapjának, mindketten szerkesztői voltak. Tehát mindkettőjüknek a szabadságharcos hazafisága az makulátlan. Ennek majd egyéb kiágazása is voltak, például Szeberényi Andor nyomtattatta ki, a nyomdában szétszaladtak a nyomdászok, és a Görgei proklamációját ő maga vitte a nyomdába. De a szabadságharc után bujkálniuk kellett, különösen Szeberényi Lajosnak, végül elkapták, Nagyváradra internálták, és kalandos utat járt be, de Békés Csabán, Békés megyébe kötött ki, és ott, mivel a korábbi munkásságát nem folytathatta, egyfajta pedagógiai írás lett a fő tevékenysége. Ő indította meg Békés megyében a Néptanítók lapját, és egyébként is korábban is foglalkozott ezzel majd a vonallal, de akkor kiteljesedett. Találunk olyanokat, mint ez a Magyar Olvasókönyv Tóth ifjúság számára, a más hasonlókat is adott ki. És ennek a munkásságnak a csúcsa a Szónok Lattan volt, ő írta a Szeberényi nevéhez kötődik az első magyar közéleti retorikai kézikönyv is, habár ez még 1849-es. Ha a Wikipédiára felugranak, akkor ott nagyon sok, ott föl a sorolva szépen az összes műve, mintha mindegyiket én nem is találtam meg, és nem is sikerült hozzájutni. A Sáros Pataki füzeteket még érdemes megemlíteni, abban nagyon sok hasonló publikált, itt csak néhány régebbi maglódi képet azért mutatok meg, mert ez is kapcsolódik ide, ez a régi evangélikus paplak, úgyhogy ebben még Szeberényi lakott, és ide járt még Húz Mária, hiszen ott az ő történetétől pedig ott kanyarodtunk el, hogy ő Húz Mária édesapjának édesapja volt Húz János, aki testvére volt Húz Györgynek. Ez a Húz György 1757-ben a Túróc megyei Mosóczon született, és onnan Necpálon járt jóhírű középiskolába, és evangélikus tanító lett Maglódra, és így került az 1800-as évek elején kántortanítónak, csak... Tehát az ő nagybátyja. Igen.
nagybátyja volt, nem nagyapja, nem testvére, hanem az édesapjának a testvére volt, Rúz György. És az ő hívására érkezett ide Rúz Mária. Később a szülei is a környékre költöztek, adtak egy picit egy cseren, az egyik testvére egy cseren született Rúz Máriának. Minden esetben itt volt cseléd, Rúz Györgynél, családtagja és cseléd, egészen odáig, amíg Rúz György hosszas hát botrány sorozat közepette távozni volt kénytelen Maglódról, mert az ő és a felesége idealozó magatartása szúrta a község, meg a botrányok szúrta a község és az evangélikus egyház község szemét. Nagyon sokszor próbálták őket kibékíteni, jártak itt egyházi küldöttségek, mindenféle oknyomozás volt, de végül annyira elfajult a viszonya az egyház községnek a kántor tanítóval, hogy mennie kellett. Olyannyira mutatja ez a idealozó magatartás, hogy végül ő itt rektor volt, a rektornak az iskola vezetést mondják, de a nagyobb községekben helyettes tanítót is kellett tartani, és a rektorok nem szoktak elvenni mondjuk helyettes tanítónak más községekben, ő innen mégis helyettes tanítónak ment el, de persze aztán lett rektor is, a szódra távozott egyébként innen. Szóval ebben a házban Rúz Mária még takarított nagy valószínűséggel. Akkor egyet hadd fényképezzem. Nem érdemes, ez fönn van a világhálón az is, de lefényképezhetjük. Ez tök. Rendben. Akkor kivezetjük. Ne csillogjon vinnom, itt egy le tudna fényképezni. Maga a fénykép, mint látható, 1909-ből származik, de a ház az a 18. században épült. A többi az már csak Maglód, ide fogunk menni, itt várnak már bennünket, ez a jelenlegi helytörténet gyűjtemény, az állami elemi iskola. Már nem működik, ugye az iskola még? Az iskola a 70-es években még működött, és 1928-ban épült Klebersberg alatt, akkor a legkorszerűbbnek számított, de 50 év alatt azért megkubik. És az iskoláról még... iskolába a gyereke? Hát Maglódban azóta. Hát másik iskolába. Ja, hogy Maglódon van más iskola. Olyannyira van, hogy Maglódon 1000 fős az iskola. Na, hát akkor jó. Ez akkor egy 13 ezer fős város, iskolánk azért van. Még ha szükségtermékbe is kell járni, most épül, nem akarok politizálni, de épül, tehát most épül egy 10 tantermes iskola. Ha az Osan felől nem arról jöttek, Ecserről jöttek. Minden esetre az Ecser és az Maglódi Osan határ között épül most egy 10 tantermes nagy szép iskola, amire azért van szükség, mert már rég kinette Maglóda a mostani viszonyban. Ezek a két világháború közötti épületek. Ez viszont azért érdekes, mert Maglódon már 1700-ban működött evangélikus iskola. A környék legelső iskoláit jöttek létre, és ez az evangélikus iskolának a 30-as években készült fotója. Nem látszik rajta, hogy ilyen régi, de attól még ez az. A többiek ilyen középületek. Ezt a képet még azért érdemes megnézni, mert meg fogom talán mutatni, ha lesz rá alkalmunk, ez most egy magánház. Úgy nézett ki a katolikus templom, hogy egy udvaron állt, mellette volt a katolikus iskola, és egyszerűen egy torony, egy fatorony épült rá, ami már nincs meg, de ez volt az első maglódi templom, és az ő is a mostani, amelyik már majdnem így néz ki, ez 1936-ban épült, torony nélkül, de ez nem ugyanazért torony nélküli, mint az evangélikus, hanem csak takarékossági okokból, de a 2000-es évek elején megkapta a tornyát is. Ami még érdekes, ez a Vodianer kastély, ami Maglód második vagy egyetlen kastélya, de valójában egy kúria. Vodianer Béla neve azért érdekes, mert ő is kortársa volt Petőfinek, zsidó származású nagykereskedő családból származik, ő is részt vett a szabadságharcban, Klapka alatt szolgált különösen, és aztán emigrálnia kellett a szabadságharc után, visszatérve pedig olyan mezőgazdasági tevékenységet fejtett ki, amiért megkapta a nevességet. Maglódi Vodianer néven alapíthatott így dinasziát. 1867-ben kapta meg a nemességet emiatt, és ez a köré épült a maglódi mintagazdasága.
lipicai lovakat is tartott, itt tanult meg lovagolni Kálai Pál, Magyarország leghíresebb zsokéja. Ide járt iskolába, és a 30-as évek elején hát így vonódott össze a Woody Allner történelmi családdal Kálai Pál, Pál neve. És az iskolán pedig ez, ahova járnak, ez is Klebersberg alatt épült, de ez 1927-ben. Emögött van most a modern épület a felső tagozatnak, az iskola külön, alsó tagozat külön van, mert nem férnének egyébként. És most mi van ebbe a kórjában? Parász Miklós nyomda tulajdonos. A Duna International kiadó Gödöllőről ide származott tulajdonosa vette meg a Rákos mezeje TS-től a 70-es években, viszonylag bagóért, de elhanyagolt állapotban, és ő felújította. Nem látogatható, kívülről nem látszik, meg tudom mutatni, sokat nem fognak belőle látni. Mindenesetre ez a másik kastély, ez 1870-ben épült egyiptai báróék épületére. A másik a Kócán kastély, valóban az még kevésbé kastélyszerű kúria, az is itt van így légvonalban, nem messze innen egy domb tetején, abban pedig az ő a nyomdának a raktára van történetesen, úgyhogy nyomdaközpontok lettek a maglódi kastélyokból. Hát itt is látható ez a régi községháza, az iskolát már mutattam, és a Woody Allner kastélyt, és ez az eredeti Petőfi szobor. Igen, ezt kérem. Ez az eredeti Petőfi szobor. Ez is sőnöm. Ami... ez már is. Kiveszek és megláthatja, de most már nem így néz ki, a talpazata legalábbis nem így néz ki, és nem gondolban. Minden esetre a szoborról majd ott beszélek, és elfelejtenék, akkor emlékeztessenek, mert amit meg kell majd hozzámutatnom, az azonban még itt, amíg kényelmesen ülnek, tudom megmutatni. A megszólalásig hasonlít rá ez, így nem látják, de így már sokkal jobban látszik. Igen, az már az ő felé. A szobor teljesen ugyanaz, az alkotó teljesen ugyanaz, de a település az karcag. Hát, erre majd kitérünk. Így van. 1948. március 15-én 100 évvel a 100 éves évforduló alkalmával. Igen, mert érdekel, van ez a Frené blog, vagy a Frené, az is van, de ez a Petőfi blogunk, és ott nagyon érdekes, hogyha ráadok valamire, hogy ezt mikor... Ez Győri Dezső alkotása, 1948. Akkor még nem volt Kossuth Díjas, akkor még szakmányban készített. Ezt felírom, muszáj, mert ez... Jelöljön be, kérem engem Facebookon, és megmutatom, hol van leírva a teljes. Ez itt a maglódi Petőfi kultusznak a központja. Március 15-én mindig itt zajlanak az ünnepségek. Ide jönnek a gyerekek is koszorúzni, meg az országgyűlési képviselők beszélni több mindent. Úgyhogy be is vegyük. Parancsoljunk, kérem. Hát fantasztikus, amit ön elmondott nekünk. Hát ez csak egy része a maglódi történelemnek. Én két Petőfi verssel készültem, az egyik szomorúbb, és később keletkezett, a másik egy kicsit jó, vidámabb. Melyikkel szeretnétek? Szomorúval. Tehát ennek a keletkezési időpontja 1849. május 19-20-a, alig pár hónappal a költő halála előtt. Szüleim halálára. Végre megtörtént a rég várt viszontlátás. Nincs köszönet benne, nincsen Isten áldás. Láttam jó atyámat, vagy csak koporsóját, annak sem látszott ki csak az egyik széle. Ezt is akkor láttam, kín a temetőben, mikor jó anyámat tettük le melléje. Sem atyám, sem anyám nincs többé, nem is lesz. Kiket szoríthatnék dobogó keblemhez, akiknek csókolhatnám még a lábok nyomát is. Mert engem őt szívük vérén neveltek föl, ez olyan szép ez a sor. Mert körül övezének, mint földet a nap, lángoló sugári szent szeretetökkel. Ó, atyám, ó, anyám, miért távozátok? Tudom, hogy áldás a sírnyú barátok, de mi néktek áldás, az átok én nekem, melytől szegény szívem csak, hogy nem ered meg. Ha így bántok velem, ti, kik szerettetek, mit várjak azoktól, akik nem szeretnek?
Itt hagytak, elmentek, nem is jönnek vissza. Omló könnyeimet sírjuk halma issza. Folyjatok könnyeim, folyj te forró patak, szivárjog le hideg orcáikra halkan, hogy tudják meg rólam, árva gyermeköknek elhagyott lelkén, mély égő fájdalom van. De nem, inkább eltávozni innen, hogy sem könnyeim árja hozzájuk lemenjen. Mentsen Isten tőle, édes jó szülőim, hogyha megéreznék fiúk keservét, szerető szívük, a sírban sem pihenne. Egy bú lenni nékik a hosszú öröklét. Isten veletek hát, csak egyszer még, egyszer ölelkezem össze sírkeresztetekkel. Olyan a két ága, mint két ölelő kar, mintha apám s anyám nyújtaná ki karját. Tán fölemelkedtek halotti ágyokból, fiotok még egyszer ölelni akarják. Nagyon szép ez a vers, most akadtam rá a héten. És a másik, ez egy korábbi, és sok mindent elárul Petőfi koráról is, és azért is, hogy miért is írt ő ennyi verset. Petőfi Sándor szüleimhez. Hely édes szülőimék, gazdagodja meg csak, akkor hiszen Istenem nem panaszkodnak. Minden teljesülni fog, amit csak kívánnak, megelőzöm vágyait édes apámnak és anyámnak. Lesz csinos ház, amiben megvonulnak szépen, pince lesz a ház alatt, jó bor a pincében. Meghívhatja édesapám minden jó barátját, borozás közben lelköket a jó kedvbe mártják. Szép kocsit csináltatok édesanyám számára, nem kell, hogy a templomot gyalogosan járja. Lesz aranyszegélyzetű, imádságos könyve, Krisztus orunk képe lesz szépen metszve benne. Pistinek majd veszek drága paripákat, rajtok jó Isten, Istók öcsém vásárokba járhat. Véges végül lesz nekem dús gazdag könyvtárom, akkor majd verseket nem pénzért csinálom, ingyen osztogatom azokat szét az újságokban, minden szerkesztő tudom szívesen fogadja. És hogyha szép lányt kaphatok, de magyar lelkütám, édesapám táncolni fog fialakodalmán. Így élünk majd boldogan a mulatságnak, így bíz édes szülém, gazdagodjon meg csak. Pest, 1844. augusztus. Tehát azért van ebben egy mondat, hogy a szerkesztők, tehát hogy azért a versorok, a szerkesztők, gondolom akkor is betű vagy szószámra mentek a honoráriumok, úgyhogy az is benne volt, hogy ez neki egy pénzkereseti forrás is volt a költészet. De ettől Ez nem befolyásol semmit, fantasztikus. Köszönjük, éljen, éljen! Köszönjük! Hol folytatjuk? Különösebb története a szobornak és a Petőfi családnak, Petrovicséknak innentől már nincsen. Harsányékkal kezdtem, abban a könyvben árnyaltabban írja le legalábbis a gyermekkori viszonyát az édesapjához, mint ami később kifejlődött. De érdemes ellátogatni tényleg a fiú megülti temetőbe, ahol ott végül összerakták egy sírba Húz Mária, Petrovics István, az ifjabb Petőfi István vagy Petrovics István is ott van eltemetve egy sírban, Szendrei Júliával együtt és Szendrei Zoltánnal. Nagyon szép sír ez a Filmei úti sírkertben, ahol említettem, Modjáner Béla is nyugszik egyébként, és egy másik maglódi ember található, még ott Kálai Pál sírja is, csak az még egy egyszerű fakereszt, azt még ránk vár, hogy felújítsuk. De Kálairól most talán nem érdemes beszélni. Menjünk, és akkor nézzük meg a Petőfi szobrot. A Szeberényi családot hagytam még annyiban az Ároni családként félre abba, hogy a család utolsó
mármint Maglódi Ágának evangélikus lelkész tagját nem említettem még. Őt Rutkai Sándornak hívják, a Maglódi és Ecseri jegyző volt az édesapja, az édesanyja pedig az a Szeberényi Polexina, aki szintén lánygyermeke, illetve testvére a Szeberényi Lajosnak, meg Andornak. Ez a Rutkai Sándor Salgótarján első lelkésze volt egyébként, ő építette ott az evangélikus templomot, és egészen nyugdíjazásáig ő volt az első evangélikus lelkész. Irodalmi pályafutása is jelentős, Szarvason tanult gyermekkorában, és nyugdíjas korát is ott töltötte, de temetve szintén Salgótarjánban van. Tehát ő volt a Maglódi Szeberényi ág utolsó evangélikus lelkész sarja, csak már nem Szeberényi néven, hanem Rutkai néven. És így akkor menet közben nem fogok tudni mondani, amiben elmondtam. Nem nagyon közel van a Petőfi szobor, de olyan nagyon messze sem. Jöjjünk ott vissza fel. Én fogom majd javasolni, hogy visszaadják az eredeti, mert szerintem azért ez sokkal szebb, mint ez a betonoszlop. És akkor itt jött el az az idő, hogy meg tudjam önöknek mutatni, hogy miért sietett Győri Dezső 1948. március 15-én autóval gyorsan el a maglódi ünnepségről, mert a karcagiak ugyanazt kapták tőlük, és ugyanebben az időpontban ott is hivatalos volt ennek a szobornak a felavatására, amit nem tudtam természetesen tövéről hegyire összehasonlítani, de szerintem nagyjából ugyanaz. Tehát ez karcagon van. Ez a karcagi. Ez szokott lenni, ezt most utána olvastam, hogy egy szobrász általában két szobrot készít. Így van például a nagyon híres Ferenczi Béni szobornak egy ugyanolyan, tehát a párja valahol Kárpát, talán Ungváron. A Gyulainak? Igen. Uh-huh. Tehát, hogy a szobrászok nem készítenek egy szobrot, igen. Hanem többnyire kettőt, vagy még többet is. Hát főleg, ha az öntőforma megvan. Hát az öntőforma miatt persze. Igen, az nem szokták felállítani kettőt egy időben egyszerre is nyíltan. Hát az logisztikai hiba majd. Igen. Igen, olyat hallottam már a munkahelyemen is, hogy sorra állítanak fel szobrokat. Én a Nemzeti Közszolgált Egyetemen dolgozom, és oda most próbálják felállítani azokat a szobrokat, amiket régen elvittek onnan, és nem hozzák vissza azokat. Például Szent László szobra Sümegen van, hanem egy szobrászművészt megbíztak, hogy próbálja meg a másolatát elkészíteni, és akkor így most Szent László szobrot, Szent Borbála szobrot kapott az egyetem, és egy sor másik felszobrot is vittek oda. Hát, mondjuk én egy kicsit alacsonyabbra tenném a szobor fejét. Az eredeti magas, alacsonyabban volt valóban. Alacsonyabb az eredeti? Igen. Hát, szerintem látszik, nem ilyen lépcsőfokon áll. Így nehezebb takarítani, ez tény. Nem, hanem meglátni a szépségét is nehéz. Igen, fényképezni is nehéz. Én amikor megemlékezést készítettem, lehet róla szép képeket készíteni alulról, de hogyha szemből szeretnénk, akkor mindig látszanak a házak mögötte. És ezért ezt én úgy hidaltam át, talán meg tudom önöknek mutatni, hogy a két gyermekemet felbéreltem. Hoztunk ide, a nyakába? Nem, hoztunk ide magas létrákat, és kértem az egyetemtől zászlókat, és a két gyerekemmel tartottuk a szobor szélén a zászlót, és kitakartuk a környezetet, és így Petőfi nemzeti színben tündököl a megemlékezés szövegén. Kedves hallgatóim! A budaörsi olvasókör Maglódi kirándulásáról készült tudósítást hallhatták. A műsor az Olvassunk és Főzzünk program bemutatása céljából készült. Programvezető Iványi Gábor és Tóth Zoltán. A maglódi látogatást Keszthelyiné Solymosi Ilona szervezte. Idegenvezetőnk dr. Varga Zoltán volt. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára a budaörsi olvasókör tagja Kóra Zsuzsa vállalta a projekt menedzselését. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat,
Viszontlátásra!